Sziasztok, Krisz vagyok a PC Gurútól, és itt ül mellettem Csocsó, akivel most a FIFA 13 eSports Football Club internetes játékrendszerét fogjuk bemutatni nektek. Football Club? Nem volt az már korábban is, kérdezhetnétek. És bár de, röviden csak az EAFCB-nek nevezett funkció már bemutatkozott a FIFA-ban, ám a FIFA 13-ban jelentős újításokat eszközöltek az EA Canada fejlesztői, melyek mindenképpen megérdemlik, hogy kiemelten foglalkozzunk velük. Először is a játék indításakor be kell lépnünk az IS profilunkkal, de ha még nem készítettünk ilyet korábban, egy gyors regisztrációt követően pillanatok alatt az események közepébe vethetjük magunkat. A legpozitívabb élmény persze azokat a játékosokat éri, akik a FIFA 12-ben elért eredményeiket automatikusan áthozzák a FIFA 13-ba, s így exkluzív jutalmakban részesülnek. A Football Clubban kiválaszthatjuk kedvenc csapatunkat, hogy ezzel is erősítsük annak internetes szurkolótáborát, majd ezek után kezdődhet a játék, ami minden egyes eredményünkről és opciónkról azonnal értesíti FIFA-s barátainkat. Külön figyelmet érdemes szentelni a matchday opcióra is, mely aktív internet kapcsolat esetén folyamatosan közvetíti a valódi foci világ eseményeit, melyek ezáltal a FIFA 13-ba is beillesztődnek, ezzel is fokozva a valósághű futballélményt. Sőt, kezdőrugásban is élvezhetjük az EASFC előnyeit, mert az Electronic Arts folyamatosan frissíti a játékbeli adatokat a focisták naprakész statisztikáival. Így azok hétköznapi élete a virtuális világról is befolyásol lehet, mi több, a kommentátor véleményes gazdagodhat pár aktuális beszólással. Újdonság továbbá a katalógus, amely afféle internetes áruházként működik a FIFA 13-ban. A játékban szerezhető pénzből új mezeket, gól öröm animációkat, jutalmakat és meg annyi egyéb kincset vásárolhatunk. Igaz, ezek egy része játékmódhoz, illetve a játékos profilunk szintjéhez kötött. Ha tehát szeretnétek minél több dolgot összegyűjteni, folyamatosan fejlődnötök és játszanatok kell a FIFA 13 számtalan játékmódjával. Ez gondolom menni fog. Ennyi lenne már a futballiskolánk tananyaga. A lecke legyen pár ünnepeldugóval. Holnap sorozatunk negyedik részében a technikai fejlesztésekkel ismerkedhettek meg. Addig is jó játékot kívánok!